Hantra Tamás alsócsernátoni autószerelő műhelyében járunk, ahol a mesternek két fiatal inas, a 10 éves Ákos és a 7 esztendős Áron segédkezik. A legények érdeklődése nem meglepő, hiszen édesapjuk is valahogy így leste el a mesterséget édesapjától. Ő soha nem erőltetett, hogy legyek autószerelő. Ő azt mondta, hogy el kell lopni a mesterséget. Én mindig mellette voltam, de hogyha kérdeztem, szívesen felállt, szívesen elmagyarázta, hogy hogy kell, megmutatta, hogy hogy kell, hagyta, hogy én csináljam. A gépkocsik javításában Ákos még a kezdeteknél jár, ám a nagy gépek vezetésében már tapasztaltnak számít. 4 éves korában már kormány mögé ült, s most azért indítja be különösen nagy kedvel a család egyik erőgépét, mert nagy ünnepre készül. Épp most készülünk a búroktatóra a két kicsi fiammal. A nagyobb fiam fogja vezetni a traktort. Nagy izgalommal készült erre a napra, hogy megmutathassa a falu előtt, az osztálytársai előtt, a barátai előtt, hogy egyedül képes egy traktort vezetni annyi sok emberrel a pótkocsin. De mi is ez a burroktató, ami évek óta szó szerint felveri Alsócsernáton és az itteni Haszman Pál Múzeum őszi csendjét? A múzeumnak egy jelentős gyűjteménye a mezőgazdasági szerszám és gépgyűjtemény. Hát bátran mondhatjuk szerénytelenség nélkül, hogy erdészerte egyedülálló ez a gyűjtemény, és valahogy meg kellett még jobban mutatni. Tehát volt mindig egy ilyen igény, hogy mutassuk meg. Mielőtt az immár 7. éve minden ősszel megrendezett és egyre bővülő rendezvény forgatagába belekóstolnánk, nézzük meg, hogyan készítik fel a múzeum gyűjteményében található gépmatuzsálemeket a nagy bemutatóra. Évente 2-szer magyarországi szakemberek segítségével válnak működőképessé a sokszor 100 évesnél is idősebb gőzgépek, traktorok, cséplőgépek, minden, ami egykor itt, Háromszéken is forradalmasította a mezőgazdálkodást. A 4.-5. éve járunk ide, és hát tavasszal meg így ősszel, a buroktató előtt, pár nappal jövünk, akkor csináljuk ezeket a gépeket, hát mindig kitalálunk valamit, hogy melyiket kell üzembe helyezni, és hát amikor sikerül, akkor ugye az élmény. A burroktató napján nem csak az itt őrzött gépek töltik meg a múzeum kertet, hanem a veterán traktorok szerelmesei is elhozzák bemutatni kedvenceiket. Kelemen András kaszálógépért ment Svájcba, de egy régi traktorral tért haza. 71 éves járműről beszélünk, amit mi keltettünk életre. Saját büszkeség, élmény. Tehát megfertőzöttem, ez az igazság. Nem használjuk, nem gazdálkodunk, közben végyújtsuk. Tehát, mint ilyen alkalom, álljövünk vele büszkén, bemutassuk a közönségnek. A gyülekező után az öreg járművek kivonulnak a múzeum kertből, hogy az egész falu megcsodálhassa őket. Közel 50 öreg járgány pöfögött végig a településen. A felvonulók között felfedezhettük a korábban megismert Handra család fiatal gépészinasát, aki a legnépesebb kísérettel a fedélzeten büszkén vonult a felnőttek között. A gépmatuzsálemek talán kissé fáradtan, de vidáman érkeztek vissza a múzeum kertbe, ám az igazi ünneplés csak ekkor kezdődött. A nagyszámú és rendkívül kíváncsi nézősereg előtt minden egyes gép és gazdája bemutatkozhatott. Örömteli az, hogy a szűkebb közösségből is, a faluból, a környékről is egyre többen jönnek. Előző években csak a magyarországiak voltak, és ez most annyira kiszélesedett, hogy tényleg azt hiszem, hogy a Háromszék területéről, Alsó-Felső Háromszékről mindenhonnan van képviselő már ezen a rendezvényen. Magyarország egyik legnagyobb veterán traktor gyűjteményének tulajdonosa évek óta segíti a csernátoni múzeum munkáját. Műszaki szempontból is nagyon fontos ez a tevékenység, amit folytatunk, és közösségépítés szempontjából is egy nagyon lényeges dolog. A csernátoni burroktatón, amelynek nevét néhai Szilveszter Lajos közírótól kölcsönözték, végül még a vén cséplőgépek is megszólaltak. A közönség nem csak apáink, nagyapáink öreg gépeit csodálhatta meg, a szórakozás, a kikapcsolódás sem maradhatott el. Igazi helyben sütött krumplis házi kenyeret lehetett kóstolni, kézműves vásár, tánc és zene is várta az érdeklődőket.